Tiszteltel köszöntöm a kézilabda barátokat. Ismét egy borzasztó nehéz hétvégén vagyunk túl, hiszen szombaton három csapatunkkal kellett utaznunk Barcsra, ahol az újonc Szatelit FC Somogytarnóca nevű csapathoz kellett utaznunk. Ez a csapat Barcson játsza a mérkőzéseit a barcsi sportcsarnokban. A horvát határa kellett tehát leutaztatni a serdülő, az ifj és a felnőtt csapatunkat. Hát a serdülő csapatot betegségek sújtották, és elképesztő izgalmak voltak, hogy egyáltalán el tud-e utazni a csapat. Ha már elutaztak, akkor 30-18 arányú győzelmet arattak Cinkóczki Tibor tanítványai. Patai Denis 13-at tudott lőni, Megyeri Máté 7 találattal, és Németh Botond 6 találattal vette ki a részét ebből a szép győzelemből. Aztán az ifjúságiaknak kicsit nehezebb dolguk volt, egyrészt mert hittantáborból, Vajtáról kellett néhányuknak leutazniuk Barcsra, ami szintén egy nem kis utazás volt. Szerencsére Kis Eszter, a Bezsenyi fivérek anyukája vállalta a sofőr szerepet, és levitte a fiúkat, Bezsenyi Ákos, Tóth Norbiékat a mérkőzésre, és így együttes erővel sikerült 34-31 arányban nyerni idegenben. Tehát a két utánpótlás meccs már a zsebben volt, következhetett a felnőtt mérkőzés. Megkínlódtunk ősszel itthon a barcsiakkal, hiszen már akkor is volt a csapatukban 3 vagy 4 horvát játékos. Hát ez az, amit mi nem értünk, és azt gondolom, hogy most már eljött az ideje, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójának írjunk egy levelet, hogy ebből nem lesz magyar kézilabda, hogy állandóan olyan csapatok kerülnek föl alsóházból, és most egyébként a Bácsalmás, a Bács-Kiskun megyéből is így készülődik, hogy szerb játékosokat, horvát játékosokat hoznak át a határon túlról, és tulajdonképpen edzés és szakmai munka nélkül fix meccspénzért jönnek és próbálkoznak a magyar NB2-ben azok ellen a csapatok ellen, akik nevelik a magyar utánpótlást. Az első fél időben 18-15-re, tehát 3-mal vezettünk, aztán volt 5 is már a különbség a második fél időben a javunkra, míg gyors egymás utánban 3 büntetőt elhibáztunk, feljöttek, egyenlítettek, sőt a végén nekünk kellett nagyon vigyáznunk, hogy az utolsó támadásukból ne szerezzék meg a győztes gólt. Így döntetlennel zárult ez a nagyon fontos mérkőzés. 29-29 lett a végeredmény, ami a 3 pont különbséget megtartotta, tehát ami 11 pontunkra a somogytarnócaiaknak 80, de hát még vannak nehéz mérkőzéseink nekik is. Tehát ez volt az a csapat, amelyeket mögöttünk kellett, hogy tartsunk mindenképpen, hogy a 8. helyünk, az atombiztos bennmaradást érő 8. helyünk meglegyen. Ők a 9. mögöttünk. Örömteli volt, hogy teljes csapattal tudtunk lemenni Barcsra, ez azért nem akármilyen teljesítmény. Visszatért Harangozó Gergő a combsérüléséből, 6 találattal Szentgyörgyi Józsit követve a második legeredményesebb volt, Szentgyörgyi Józsi 8-at szerzett, de sajnos 2 büntetőt is elhibázott, Gergő is hibázott 1 büntetőt, Vas Peti lőtt még 4 gólt, Bucsi Máté 3-at, a többiek 2, illetve 1 találattal jó sokan szereztek gólokat, tehát igazi csapat voltunk megint. Lesznek még lehetőségeink, még van 2 hazai mérkőzésünk, ebből az egyik pont most hétvégén, 30-án szombaton, a bajaiak ellen, akik szintén ott loholnak mögöttünk 6 ponttal, na őket nagyon-nagyon jó lenne elcsípni. Szinte kötelező feladat. Ott viszont szerb játékosokkal van teli a keret. Hát mi 10 éve ebben a csoportban küzdünk. Általában fönt ugye a pécsi, komlói, csurgói nevelésű NB1-es játékosok, akik nem férnek oda, azok jönnek ide. Alulról pedig az ilyen idegen légiósokkal megerősített csapatok. Tehát úgy néz ki, hogy ebben a bajnokságban már csak a Kalocsával vagyunk mi, 2 ilyen csapat, akik nevelik az utánpótlást és próbálnak így helytállni. Tényleg csak a saját utánpótlás nevelésünkből próbálunk dolgozni. Úgyhogy ez egyelőre ennyire elég, de azt gondolom, hogy ha a hazai meccseken azt a lelkesedést tudjuk mutatni, amit a hőgyésziek ellen az elmúlt hazai mérkőzésünkön, amikor tényleg egy fantasztikus közönség, egy fantasztikus csapat volt a pályán és a lelátón is egyaránt, azt gondolom, hogy a baja ellen ismét ezt a formát kell hoznunk, és nagyon várjuk a közönséget, és reméljük eljönnek szurkolni a csapatnak. 18 órakor van a felnőtt mérkőzés, előtte 16 órakor az ifjúsági találkozó. 2 szóval még az utánpótlás csapatainkról, az U12-esek Orosházára utaztak,
és az orosháziakat 30-10 arányban verték meg, a második mérkőzésüket Baja ellen 24-12-re nyerték, Kromholz János és a 2007-es korosztálya tehát két nagyon szép győzelemmel tért haza. Az U14-es csapat, amelynek jó magam vagyok az edzője, de az Agrál Expo miatt nem tarthattam velük, Gergő fiam a barcsi mérkőzés után kísérte el őket Túrkevére, ez sem volt kis utazás, és ott sajnos betegségek és mindenféle problémák miatt, meg a messzi utazás miatt a Soltvadkertiektől kaptunk ki 23-18-ra, illetve Kiskunhalastól 26-25-re, tehát itt két viszonylag szűk különbségű, de fájó vereség a felsőházban, tehát hangsúlyozom, hogy ez a Bács-Békés-Csongrád megye legjobb csapatainak a felsőházi rájátszása. 5 csapatunk szerepelt a hétvégén, sikereket is értünk el, és néhány kisebb vereséget beleértve, és azt gondolom, hogy eredményes hetet, hétvégét zártunk.